Sziasztok! Ma a szeretetteljes önérvényesítésről lesz szó. Az Anna Mély program oktatói vagyunk. Mellettem Mária. Sziasztok! Én Mária vagyok. Én pedig Laci. És kezdjük is. Mi is a szeretetteljes önérvényesítés? Hát talán én azzal kezdeném egyáltalán, mi az, hogy önérvényesítés. Hogy ez mit jelent számomra. Hát mindannyiunknak vannak igényei. Meg érdekei, meg céljai, és ezt szeretnénk, hogyha ez a világban megvalósulna, illetve szeretnénk, ha bizonyos dolgok úgy lennének, ahogy mi elképzeltük. És hogy ezt hogy tudom elérni a világban, úgyhogy közben odafigyelek természetesen ugye a saját érdekeimre, meg a saját céljaimra, vágyaimra, és odafigyelek a világra, a környezetre, és hogy az a másoknak is jó legyen, ne ártsak nekik. Nem álgázolva rajtuk. Igen, és hogy ezt hogy tudom megvalósítani, hogy tudom létrehozni. Én szerintem ez egy nagyon fontos dolog ma a világban, meg egyáltalán, hogy emberként tudjunk együtt működni, és hogy meglegyen az önérvényesítés is, és ugyanakkor meglegyen a szeretet is. Igen. Ebben a folyamatban. Igen. Számodra mit jelent, hogy te mit gondolsz erről? Hasonló, én egy picit másként fogalmaznám meg, ugye azt, hogy amire születünk, azt teljesítsük be a Földön. Vannak célok, amiket el kell érnünk. Ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, ahhoz viszont ki kell magunkért állni. És létre kell hozni itt a világban, itt a Földön. Azt, amire születtünk, hogy a célokat elérjük. És ahhoz viszont úgy kell kiállni magunkért, hogy közben viszont ne sértsünk meg másokat. Ne tapossunk, ne gázoljunk át másokon, és úgy elérni ezt a célt. Úgyhogy azokat az igényeket, azokat nem adjuk, azokat a vágyakat nem adjuk föl, kiállunk saját magunkért, megvédjük a határainkat, hogy mások ne akadályozzanak ebben, ugyanakkor nem úgy, hogy átgázolok rajta, és fellököm, és úgy megyek tovább a célom érdekében. Számomra ez eszembe. Én most egy picit viszont visszaugranék, mert valami eszembe jutott, hogy ezt még az elején mondjuk el, hogy mi igazából nem mint szakemberek beszélünk erről, tehát nem mint pszichológus, vagy mint coach, vagy tréner, hanem mi azon a jogon, vagy az alapján beszélünk az önérvényesítésről, és a szeretetteljes önérvényesítésről, hogy mi magunk milyen folyamatokon mentünk át, hogy honnan indultunk, és az Anami program segítségével hova jutottunk el. Mit tapasztaltunk, és ez a lényeg. Igen, és hogy mit éltünk meg, és hogyan változott meg a működésünk. Tehát itt többről van szó, mint hogy a fejből tudnánk valami jó technikát, mert ezt én is kipróbáltam, és rengeteg kurzuson vettem részt ezzel kapcsolatban is, az önérvényesítés, meg kommunikációval kapcsolatban, amik nagyon sok okos dolog elhangzott, de valahogy azt éreztem, hogy én mégsem tudom működtetni, és úgy gondoltam, hogy persze, a másik biztos, hogy tudja, mert a másik ügyes meg okos, csak biztos nekem nem működik. Itt viszont az Anami programban ez egy nagyon gyakorlatias módszer, és itt valóban meg is történnek a változások, és nem csak fejben gondolkodunk bizonyos technikákról, hanem meg tudjuk élni, és az életünkben nyilvánulnak meg ezek a változások. Úgyhogy ezt szeretném volna még így visszamenni. Fejben mindannyian megpróbáljuk megoldani. Mindennyian. Nézzünk filmeket, hallgatunk okos embereket, és bizonyos szempontból, bizonyos mértékig, tehát azt, amit fejben el lehet érni, azt megpróbálja az ember, de valahogy érzi, hogy hát nem ott van a megoldás. Igen, és illetve a környezetből kapjuk a visszajelzést, igen, hogy mégsem tudom működtetni. Próbálkozok, de mégse. Igen. Jó, és ez erről is fogunk majd mélyebben beszélni. És ugye itt meg kell különböztetnünk azt, hogy mi ez, amikor maga az önérvényesítés nem működik, ezt hívhatjuk alulműködésnek egy önérvényesítésben, és mi az, amikor túlzottan érvényesítjük a jogainkat, amikor átgázolunk, félrelökünk másokat is, csak hogy elérjük a céljainkat, azt pedig nevezhetnénk túlműködésnek is. Igen. És érdemes megnézni, és ezért is említette ugye Mária, hogy mi a saját tapasztalataink alapján beszélünk, hogy honnan indultunk mi, igen, hogy mi volt az az út. És mit tapasztaltunk? Hát én egyértelműen az alulműködésből. Tehát nem tudtam kijárni a saját jogaimért.
Ugyanakkor éreztem legbelül, hogy annak nem így kell lenni, de annyira nem akartam megbántani az embereket, és ez egy félreértelmezése volt a dolgoknak, hogy hú, megbántom a másikat, hogyha én kiállok magamért, kiállok az igazamért, kiállok a vágyamért, ami pedig nem bántott volna senki, csak egyszerűen kiállok érte, és el akarom érni. És akkor én a legkisebb ellenállás a környezetemben, ami azt mutatta, hogy valakinek ez nem tetszik, akkor már visszahúztam magamat. Na, ezt nevezzük alulműködésnek. Abszolút így éreztem magam benne. Igen. Ebben a dologban. Igen, hát, hogy hallgatlak, Laci, nagyon bólogatok, mert én is ezt a működést ismerem. És azért is vállaltam ezt a témát, mert nekem ez nagyon, nagyon nehéz volt, és valahogy azt éreztem, hogy erről beszélünk, meg átgondolom, ez még inkább segít, hogy lássam ezt a folyamatot, hogy mind mentem keresztül. Én is nagyon visszahúzódó voltam. Mindig attól féltem, hogy megbántok másikat, a másokat. Igen, ez a mások voltak mindig fontosabbak, a másoknak biztos igazuk van, meg ők gondolják jól, én nem jól működök, meg biztos, hogy én gondolom rosszul, és nagyon háttérbe húztam magam, vagy húzódtam, és ez nem is volt igazából jó érzés, tehát ez se volt jó. De milyen legbelül az ember érzi, hogy ez igen, nem az igazi, nem nincs igazságban, nincs rendben, ugyanakkor, és ez az érzés, az adott egy ilyen feszkót is, egy ilyen befeszülést. Igen. De mégsem mertem kiállni, mert féltem a konfliktustól, féltem a visszautasítástól, és nagyon alárendeltem magam a kapcsolatokban. Úgyhogy én is innen indulok, az alulműködést ismerem. Igen, viszont beszéljünk azért a túlműködésről, hogy meglegyen az ellenpontja a dolognak. A túlműködést, ezt ott tudjuk tapasztalni, ahol olyan emberekkel találkozunk, vagy érdemes megvizsgálnatok saját magatokat, hogy ti olyanok vagytok-e, hogy eléritek a céljaitokat, de nem érdekelnek a többi emberek, akik körülöttetek vannak, és nem érdekelnek azok az áldozatok, vagy azok a fájdalmak, amiket okozhattok akkor, amikor eléritek azokat a célatokat. Ezt mondhatnánk túlműködésnek. Igen. Igen, és most én úgy gondolom, hogy mindenkiben van talán mind a kettő. Csak lehet, hogy az egyik dominánsabb. Tehát ahogy én működtem, nekem az alulműködés, de amikor már ez a feszültség olyan erős volt, akkor néha kirobbant. Igen, és akkor átcsaptam, és akkor nem érdekel senki, semmi, és én akkor is ezt így közlöm, meg el akarom érni. Talán, hol van a túlsúly. Mi onnan jövünk mind a ketten, hogy a visszahúzódás az alulműködés, de bizony, hát a mindennapokban találkozunk olyanokkal, akik viszont minden áron elérik azt, amit szeretnének, nem törődve azzal, hogy a környezetnek az mennyire jó, vagy... Igen, igen. Abszolút. És pont amit az előbb említett, hogy néha kirobban ez a dolog, tehát annyira feszíti az embert belül, hogy egyszerűen már nem érdekel, és akkor én el akarom élni azt a célt, és akkor nem érdekelnek az ember. Ugye olyan, mint egy inga, ahhoz tudnánk hasonlítani, hogy ha középállásban van, nyugalmi helyzetben van, akkor egy optimális működésről beszélünk, egy szeretetteljesen érvényesítésről. Hogyha az egyik irányban, mindegy, hogy melyik irányban, akár az alulműködésbe, akár a túlműködésbe, ki van billenve az ember, és onnan igyekszik vissza a középhelyzetben, néha egy átcsap a túloldalra. Ez teljesen természetes a fejlődésben. Ugyanakkor érdemes megnézzünk azt is, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni ezt. Hogyan tudunk a fejlődésben úgy elindulni, hogy a mélyén, a gyökereknél tisztítjuk ki ezeket a dolgokat. És mielőtt elindulnánk, és elmondanánk a saját tapasztalatainkat, hogy ez hogy változott, engem viszont nagyon érdekel az, Laci, én tudom, hogy te vezető voltál, parancsnok voltál, tűzoltó parancsnok. Ott viszont kell képviselni az érdekeket. Hogyan tudtál működni, mert ugye ezt még az ANAMI program előtt gyakoroltad ezt a szakmát, és hogy érted akkor meg, és hogy működtél ebben? Ez nagyon érdekel. Volt benne egy pici átfedés is, tehát még parancsok voltam, de már az ANAMI program gyakorlatot itt csináltam, úgyhogy erről is tudok beszámolni, hogy közben ez hogy változott. Én ott szembesültem igazán azzal, hogy felből nem tudom megoldani azt, hogy önérvényesítés legyen. Mert végzi az ember a munkáját, kiadja a feladatokat, elvárja, hogy megcsinálják. Aki igazán a szakmáján, aki él,
azok az emberek mindig megkapják a feladatot, megcsinálják zokszó nélkül. Azokkal nincs is gond. Na, azok, akik egy picit, hát azért vagyok itt, mert más nem igazán találtam magamnak, amit csinálok. Ott viszont nagyon érezhető az, hogyha az emberben nincs meg az a szakmai önérvényesítés, hogy a szakmai célokat elérje, ott viszont megjelenik az, hogy ha egy alulműködése van az embernek, akkor sokkal nehezebb egy vezetőnek a munkája. Én ezt tapasztaltam meg. Ezt tapasztaltam meg. Akkor próbáltam én is jobban utána nézni és fejből megoldani ezeket a dolgokat, és akkor, mintha egy falakba ütköztem volna, amikor fejből próbáltam. Bizonyos részsikereket persze elért az ember, de éreztem, hogy valahogy nincs megoldva a dolog. Nincs meg az, hogy tényleg akkor menjünk. És volt pár év, amikor végre találkoztam Anamival, elkezdtem ezeket a gyakorlatokat, és majd rátérünk részletesen, hogy mely csakrák tartoznak ehhez, és amikor azt a csakrát sikerült jobban elkezdeni a kitisztítását, több erő volt ott, akkor ez megjelent a szakmai munkában is úgy, hogy akkor már egyrészt jobban elfogadták azokat a feladatokat, amiket meg kell csinálni, és akkor már könnyebben átment és érvényesültek azok a dolgok, hogy elérjük a célokat, amiket kiadtam feladatként. És akkor éreztem azt is, hogy maga a kommunikáció. Az, hogy szóban kiadok egy feladatot, az csak az, hogy mit kell megcsinálni. De annak a mélysége, hogy ezt végrehajtják, vagy nem. Meg, hogy annak milyen az nem a szavakban van benne, hanem ez más. Igen. Hanem ez máshol van. Igen. És erről beszélünk most itt. Igen. Tehát ez kezdett feloldódni. És ennek a tapasztalata is benne lesz. Benne van ebben a videóban. Igen. Rátérhetünk akkor a területekre? Igen. Mert remélem kellően felcsigáztunk titeket erre. De mi ez, amikor a szeretett teljesen érvényesítést el tudjuk kérni, és akkor mely testterületek tartoznak hozzá? Uh-huh. Jó. Én még annyit elárulnék magamról, hogy én még azért folyamatban vagyok. Tehát én is, tehát nem olyan szígyétek, hogy mindent elérek. Azért még van mit. Nagyon tudatosnak, ébernek kell lenni, és nagyon figyelni a belső folyamatokat, hogy most épp mi zajlik bennem. De nagyon nagy változáson mentem keresztül, ahhoz képest, ahonnan indultam. Hogyha két ember volt már a környezetemben, én már akkor biztos, hogy nem szólaltam meg már nem mertem fellépni az érdekeimmel vagy igényeimmel, annyira visszahúzódó voltam. Sőt, ha azt vettem észre, egy ilyen társaság volt, és megszólaltam, hogy nem hallják a hangom. Tehát, hogy észre se vesznek, mintha ott se lennék. Na most ahhoz képest, hát rengeteg változás történt a Zanami program segítségével, mind a gyakorlásokkal, mind az egyéb eszközökkel, amiket használunk, a kristályokkal, a CD-kkel és a vizekkel. És ami nagy változás van, hogy hát egyrészt a köldökcsakra területe. Ez a területünk, ez tartozik ide, az önérvényesítés, a célok, a határaink kijelölése, megtartása. És hát, hogy ezzel a területtel jobban dolgoztam, meg több energiához jutott, hát észrevettem, hogy stabilabb vagyok. Egyrészt a céljaim is sokkal tisztábbak saját számomra, saját részemre is. Igen. Tehát sokszor nem is tudtam, hogy mit akarok, tehát nem is voltak igazán céljaim. És ezek is jobban kitisztultak, céltudatosabb lettem, és jobban érzem, hogy hol vannak a határaim, a kereteim, és zavar, ha valaki azon belül akar lépni, vagy túl akarná tolni, vagy meg akarná sérteni, és belül annyira erősen jön egy ilyen jelzés, hogy az ember már tudja érzékelni, hogy no, itt már határ van, itt már ki kell állnom magamért. Tehát ezen a területen történt nagyon nagy változás. A másik pedig, ahogy a címe is a beszélgetésünknek, hogy szeretetteljesen érvényesítés. A másik terület pedig a szív. Ahogy a szívünk egyre jobban gyógyul és megnyílik magunk iránt, egyre kevésbé akarjuk már háttérbe, és nem is tudjuk. Tehát ez már nem is akarat szintjén történik, hanem az ember már nem is tudja háttérbe szorítani magát meg a saját igényeit.
és tud figyelni magára, tudja szeretni magát, és ugyanakkor tud odafigyelni a másik emberre, a környezetre, a külvilágra, és azt is szeretetteljesen. Tehát, hogy a szív is bekapcsol. Többről igen. van szó, hogy mint lenyomom a világ torkán, hogy én mit akarok elérni, hanem hozzá kapcsolódik a szív, és ebben egy szeretetteljes megnyilvánulás, kommunikáció, és maga a cél is egy olyan cél tud megfogalmazódni, amiben nem csak én vagyok benne, hanem a másik ember, a külvilág is. És hogy ezt úgy tudom kommunikálni, hogy nem indulatból, meg agresszióból, amit régen csináltam, hanem nyitott szívvel is szeretetteljesen, és ez ad egy más töltetet annak a dolognak. Vagy ettől lesz más, vagy ettől lesznek, vagy fogadja el a világ, vagy a környezet. Tehát ez adja azt a bizonyos töltetet, amit az előbb is mondtál, hogy nem fejből történik, hanem valami más minőségbe és más szintről. Igen, a kommunikáció inkább a csakrák szintjén van, és ott történik a legtöbb kommunikáció. Uh-huh. És ugye a köldök és a szív mellett, ahogy Mária is említette, tehát ezeknek az összhangja hozza létre azt, hogy ezt a szeretetteljes önérvényesítés. Kell ugye egy belső stabilitás, amire tudunk támaszkodni, ezt a gyökércsakra az lába, ott az alsó terület adja meg. Ugyanakkor ahhoz, hogy ezt szavakkal is, mert azért szavakkal is kommunikálunk, ott pedig a toroknak a tisztessága. Igen. Ezek, amik segítik még ezt a szeretetteljes önérvényesítést. És biztos sokatokban felmerülök. Igen, de mi van, hogyha a másik ember így úgy amúgy, hogyha túl agresszív, stb. Ha ezek megvannak, akkor meg lesz ez a belső tartás, és az a tiszta hang, ami az igazságból szól. És akkor az agresszió is visszább. A másik agresszió is visszább hőköl. Mert az igazságból szól. Igen. Javaslom, hogy térjünk át hogy az Anamé program hogy tudja segíteni ezt. Hogy az önérvényesítésnek ez a szeretetteljes működése bekapcsoljon bennünk. Ugye az előbb említettük ugye a csakrákat. És a csakráknál ugye azok az elakadások, amik gátolják az energiáramlást, azok okozzák azt, hogy vagy alulműködésbe, vagy túlműködésbe lehet ez az önérvényesítés, amiről már korábban beszéltünk. Ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk tisztítani, illetve minél élőbbé, energiával töltöttebbé váljanak ezek a testszervények, ez a csakrák testszervényei, ahhoz viszont egyrészt vannak a gyakorlatok, amiket végzünk, egyrészt a csoportos órákon is, vagy ha nem tud eljönni valaki a csoportos órákra, akkor találtok fönt otthon végezhető gyakorlatokat is. Azt is meg lehet tanulni, onnálon el lehet kezdeni. Másrészt pedig a gyakorlatunkon kívül vannak a kristályok. Nálunk is vannak egyébként. Megmutatnád a kristályaidat? Igen. Kezdjük a töltővel, mert... Egyrészt már itt készültünk. Egyrészt vannak ezek is hozzá. Én csak a köldököz tartozókat vettem most magamhoz, persze meg a többi. Én mind a kettőt, én a szívet is. Mutassuk a kamera felé. Lehet, hogy így. Tehát nálam itt látjátok ez a tisztító. Máriánál itt látjátok a köldök tisztítót. Szívhez. Megmutass be te őket. Igen, tehát a köldök tisztító és töltő, az Lacinál is van, és én hoztam a szív tisztítót és töltőt is, és hát ezek megvannak a karkötők formájában, és ezek segítenek, hogy mindig meglegyen a kapcsolat ezzel az erőtérrel és energiával, és segítenek abban, hogy ott tudjunk lenni tudatosan, ha esetleg valami nehezebb helyzet van, hogy jelenléttel, figyelemmel, tudjuk ezeket a folyamatokat kezelni, irányítani. Igen. És érdemes még beszélni itt a kristályoknál, ugye a magasabb, emeltebb szintjéről ezeknek a testterületeknél. Most én csak az Egyiptom karkötőt vettem föl, ez a köldök csakrának egy erősen magasabb szintje. Ez segít abban is, hogy kiemelkedjünk abból a személyeskedésből, ami a harcoknál van. Egy picit föntről lássuk ezeket a dolgokat. De ugyanúgy a gyökércsakránál, például Ázsia, a szívcsakránál, a Magyarország, torokcsakránál az India kristályokról is beszélhet. Igen, ezeket a weboldalon meg tudjátok nézni, és részletesebb leírás is. És igen, hogy miben segítenek. Mögöttünk látjátok, ide kihelyeztük egyrészt a vizeket is,
ugyanígy a, most csak a köldök csakra, illetve a szív csakrához tartozóakat hoztuk, a magasabb energiaszinttel, tehát az Egyiptommal és Magyarországgal együtt, tehát túl látjátok, illetve, remélem nem akarom be teljesen, az pedig a CD-k. A szív csakra és a köldök csakra CD. Mindegyik csakrához tartozik CD, mindegyik segíti azért az önérvényesítést, de ezek a legfontosabbak, ezért is hoztuk fel. Nem mutassuk nektek. Ezeken gyakorlatok vannak, azokat is lehet önállóan otthon végezni, és akkor már elindul egy olyan tisztulási, illetve energetizálódási folyamat, ami segíti azt, hogy vége szeretetteljes legyen az önérvényesítés, és nem kell az álmainkat feladni, hanem szeretetteljesen elérni. Igen. És közben úgy, hogy másokat sem bántunk vele. Bizony, ez nagyon fontos. Jó, van-e még valami, amit úgy érzel, hogy szeretnénk elmondani. Azon kívül, hogy nagyon izgultunk, természetesen. Hát várunk titeket szeretettel, akár az anami központokban, és akár a, éppen ahol workshopot tartunk, akkor akár vidéken, vagy pedig várunk a nagyvilágban, a gyakorlásokon, kurzusokon, illetve bátorítunk titeket, hogy kezdjétek el, még ha nem is tudtok eljönni, otthon, az otthon végezhető gyakorlatokat. Érdemes elindulni ezen az úton, szembenézni azokkal az elakadásokkal, amik miatt az ember boldogtalan, nem érje el a céljait. Fedezzétek föl saját magatokban, hogy el lehet érni, meg lehet emelni az életet a szeretetben. Így van. És várunk benneteket. Várunk titeket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!